Hát kis kezi csókolom mindenkinek. Tabu, negyedik epizód, tabu témák. És vannak olyan emberek, akik azonnal eszembe jutnak, amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy kivel szeretnék beszélgetni egy jót. Beszélgetni bárkivel szeretek, de jót beszélgetni nagyon kevés emberrel akadt még lehetőségem, vagy viszonylag kevéssel, és az első kettő vagy háromban mindenképpen benne van Kardos Horváth János, akit konkrétan imádok. És ez most nem csak egy ilyen online beköszönő, hanem tényleg nagyon-nagyon szeretek. Szerintem valami kisöcsém lehetett, vagy igazából lehet a kisöcsém most. Janó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megint beleráncigáltalak. Én nem tudom, hanyaik projektbe hívlak be, de bármikor, amikor zenélni kell, vagy beszélgetni kell, akkor veled szeretném ezt megtenni. És Janó az egyetlen ember, akinek a szövegét bármikor elénekem, bármit ír. Én általában nem szoktam másokét, de az övét valahogy úgy ír, hogy ez női léleknek is jó. Szia, Janó! Hogy vagy? Hülye kérdés, hogy vagy? Szia, kedves nővérem! Itt vagyok. Egyébként ez simán lehet, hogy előző életénkben valami más minőségben is találkoztunk. Már én is érzek a kezdetektől fogva valami rezgést felé tisztelte, és nekünk is szerencsés is, hogy ezt így meg tudjuk beszélni, mert ugye a zenén keresztül ezt ki tudjuk fejezni, de képzeld, aki érzi a rezgést, de nincs a kezébe ilyen zene, vagy nincs a kezébe szövegírás, vagy alkotás, vagy akkor azzal szegénnyel mi lesz? Varázspálca. Az fog egy varázspálcát, és boszorkány lesz. Peller Mariannal beszélgettem nemrég, és ő is érez mindenfelé rezgés, csak ő nem gitáron rezeg, hanem tulajdonképpen angyalközi rezgéseket közvetít. Az is egy őrületes beszélgetés volt. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ez az elképesztő átrendeződés úgy a társadalomban, úgy a világban, úgy a kapcsolatokban. Szerinted hol tart? Merre megyünk? Baráti kapcsolatok, férfinő kapcsolatok, családi kapcsolatok, és most nem mennék rá ez a család és az család témára, stb. Ezt azért most boncolgatják elegen, csak hogy férfinő közötti összekapcsolódás, például induljunk neki ennek, mert ez azért az egyik legizgibb. Férfinői összekapcsolódásnak azért voltak struktúrált formájú, és az azért veretesen kőbe volt vésve. És ezek bomlanak föl. Te jónak látod, hol tartunk, merre felé megyünk, te ebbe hol vagy, nem muszáj személyes dolgokat mondani, csak egyáltalán ebben is egy ilyen reményteljes jövőt látsz, vagy te is kereső álláspontban vagy, mint én például. Nagyon jó komplex a téma, meg jó komplex a kérdés, de szerintem nagyon szerencsés, hogy a férfi-női kapcsolaton keresztül kezded lebontani ezt a világot, ami változik előttünk. Én szerintem nagyon jó, hogy minden struktúra egy idő után elveszti az érvényességét, ezáltal lebomlódik. Azt lehet ezeket gyorsítani a folyamatokat, meg direkt akkor lebontani gyorsabban. Én emellett mindig vagyok, tehát, hogy én az zöld ember vagyok, aki ma magának a természetnek a ritmusában, hogy azon, hogy minden évben ki kell, gyönyörködünk benne, megterem a gyümölcs, a banán, az alma, az akármi, a szőlő, utána szépen megint elmegy, lerohad, összeesik, és utána újra én ebben a ritmusban körforgás viszek. És táplálja az újat, a réginek a rothadása, vagy az réginek a talajba való visszakerülése táplálja az újat. Igen. Nem haszontalan. Minden volt kapcsolatom benne van a következő kapcsolatomban. Az összes, amit tanultam, akár szexben, akár testiségben, akár udvarlási szövegben, akár a nehezebb hétköznapi együttélés, ez mind gyűlik ez a csomag, és valószínűleg sose lesz tökéletes, de abban a pillanatban, amiben éppen vagyok, és valakivel már megint eszek reggel egy rántottát, az így velem van, de hogy én nagyon hűséges típus vagyok egyébként, tehát hogyha valakit megszeretek, akkor azon nagyon, nagyon sokan is szeretek így, mert ugye én aztán így mindent szeretek elmondani, meg megbeszélni. Nagyon-nagyon fontos, hogy állandóan legyen valami aktualizálás szerintem. Az én kapcsolatomban ez jött be, hogyha unatkozás van, akkor megint sziszen a sör, vagy kinyílik az üveg bor, és akkor megy a egymásba nézés, meg a civakodás.
tök nehéz, de azt is azt tapasztaltam meg, hogy nem ciki szerintem az embereknek egy párkapcsolatban programokat csinálni egymásnak. Hogy az nem, attól még az nem nagyban más, meg nem nyugdíjas kapcsolat, hogyha valamennyire ki van tűzve most egy program, hogy akkor azt most csináljuk meg. Milyen programokra gondolsz? Kirándulás, egymászás, vagy pedig egymás építése? Igen, tehát az egyszerűen, hogy ki kell tölteni az időt, és meg kell szervezni magunknak az időt, mert és hogy pont olyan kor van, hogy így mindent szabad, mindent így el lehet engedni, úgyis vírus van, nem lehet menni sehova. Uh-huh. Na pont ilyenkor szerintem egy csomóan azért esnek szét, mert hogy a rendszeresség az magától kezd el függeni, uh-huh. Ha nem kell bemenni dolgozni, meg home office, akkor el se kell mosogatni, akkor nem is csinálj megcsinálni azt, mert nem látszik csak ennyi az életünkből. Szerintem meg én nagyon elcsúsztam ezekbe az időkbe korábban, és ugye én eleve ilyen freelancer vagyok, tehát nagyon régen volt úgymond főnököm, és akkor erre azt lehet mondani, hogy neked könnyű, akkor nem tudod, miről beszélek. De, mert egyedül az embernek, hogyha magának határozza meg az idejét, megosztja be a munkáját, az bizony, az egy nagyon, nagyon nehéz ügy is tud lenni, ha magadért kell válni a felelősséget, mert én nem csukhatom be az ajtót, hogy na, akkor majd oldja meg a főnök, most 4 óra van, lejárt munkidő, hazamegyek. Hát én eleve otthonról élek, eleve otthonról dolgozunk, úgyhogy ha most kérdezed, hogy ez a változás, ez mi, szerintem az, hogy egy ilyen skizofrén helyzet is, hogy igazából az ember otthon van egyedül napokig, hetekig, de mégis folyamatosan pörög a netnek a segítségével. Ez egy kicsit lehet furi, de egyébként én nagyon örülök annak, hogy a munkába járás idejét, az például meg lehet más spórolni. Szépen mondjuk az emberek, hogy nem kell bemenni egy munkahelyre, ahol másfél óra elmegy a kávézgatással, 10 perc, amíg bekapcsoljuk a gépet, bemelegszik, tehát egy csomó időnk az úgy elpárolog meg, míg bejutsz a munkahelyed, az is egy csomó idő, hát jobb akkor otthonról csinálni. Képzeld el, hogy azért nyugati társadalmakban most már bevezették a 4 napos munkahetet, és rájöttek, hogy az emberek nagyon gyorsan meg tudják csinálni azt, amit 5 nap alatt, 4 nap alatt is, és halálosan lelkesek és hálásak. Én leginkább a kapcsolatok változását nem most a pandémia alatt értem, mert itt ez rettenet, ami most folyik mindennel kapcsolatban. Tehát, hogy most amikor az egymásra utaltság van, az gyönyörűen kibimbózhat. Tehát amikor rájössz, hogy kivel is vagy együtt, az lehet nagyon jó, meg lehet a pokol legfeneke. Hanem inkább az a hosszú távú tendencia, ami onnétól kezdve, hogy kijelölik neked, hogy ki legyen az arád, és az arának pedig, hogy ki legyen a férjed, akár 15 évesen, és akkor az marad szentírás, vagy pedig az, hogy a családok különböző birtokok miatt hozzák össze a gyerekeket, és akkor ők leélik az életüket, vagy ha kiválasztottál valakit, akkor azzal maradsz örökre. Abból most már úgy vagyunk, hogy ilyen kapcsolatoknak a láncolata, amit te is mondtál, hogy mindig az milyen jó kis, írjuk már ebből dalt, hallod a rántottás cuccból, hogy már megint valaki mással leszem a rántottát. Ja. Tehát, hogy igen, a rántották láncolata, a különböző emberekkel megevett rántották láncolata, hogy nyilván ez egy nagyon erős fejlődési lehetőség a léleknek, hogy ennyi más lélekkel találkozik, de nézzük meg, hogy ebben azért milyen negatívok vannak. Tehát a régi típusú összekapaszkodás, ha más nem kezdjük ott, hogy a gyerekeknek azért elég jó volt, hogy egy biztos támpontot adott. Vagy? Hát pont most beszélgettem, én az anyukámnál vagyok most itt, aki nyugdíjas, és azért kicsit ilyen a háttér, mert a nővéremnek van ma a születésem, hogy idejöttem az én gyerekeimmel, azért vagyunk itt, és pont erről beszélgettünk, hogy bennem azért van egy elutasítás a tanulás fele, meg valami rossz gombokat nyom meg, egyáltalán meghallom ezt, hogy tanulás, tanulás el, mert a nővéremmel annyit veszekedtek a szüleim gyerekkoromba, hogy tanuljál már rendesen, hogy én nekem valahogy azt szűrődött le, hogy a tanulás az valamilyen rossz dolog, mert mindig így veszekedni kell tőle. És így érdekes, hogy a gyerekkor az pedig csak egy pár év, de mennyire 10000-szeres szorzóval lehet ám mellette tenni, mert ilyen visszavonhatatlan dolgok is kialakulnak ám a gyerekkorban, ugye, hogy ez a
hülye szó, hogy szocializáció. Én nem tudom, hogy jó volt-e az régen, hogy együtt maradtak olyan emberek is, akiknek nem is kellett volna együtt maradnia, de egy családmodellt, abban igazad van tökre, hogy azt akkor jobb látni, hogy akkor anya és apa más szerepeket csinál otthon, és mégis a nagy közös brand, a család az tud menni. Nekem szerintem azzal sem lenne bajom, hogyha két azonos nemű csinálja ugyanezt, és hogyha tudnak ebben létezni, akkor ez az ő ügyük, hajrá, ha ebben nyílik egy kicsit a dolog, és ezáltal boldogabb embereket látok a villamoson, nem pedig magába bezárt depressziós embereket, tehát ez így nem zavar senkit, akkor szerintem ez mehet, ez lehet. Szerinted gerebjéződik össze a nemek közötti különbség? Tehát a nemek közötti szerepek azért most már olyan egyneműbbek lettek. Tehát, hogy férfinő, most kezdjük a rockzenélnél, vagy a művészeteknél, itt eszébe nem jut az embereknek az, hogy ja, ő férfi, ja, ő nő. Tehát a fiúktól megkérdezik, hogy milyen egy női főnökkel, vagy női frontemberről, azt mondják, hogy nem is mi, nő, mit az plusz, vagy mínusz, nem tudom, de hogy semmi különös. Tehát, hogy ez azért a társadalomban úgy szépen lassan beszivárok, hogy nem feltétlenül az emancipáció, de az egymásnak az emberként való elfogadása, és nem ez az őrületes fütyid van nekem, meg nuném, és akkor több különbözőek vagyunk. Igen, de én nem tudok egy csomó mindent megemészteni, tehát én szerintem, bocsánat, de női basszusgitáros, szerintem olyan nincsen, az nem létezik. Ne ügyeskedj, Janó, édes Istenem, hát milyen jó basszusgitárosok vannak, hihetetlen. Igen, jó. A dobolásra is ezt mondom, és imádom, és nagyon szeretem a Tiszai Vivit, dolgoztunk is együtt, de szerintem, hogy én ebben ilyen konzervatív, amit ütni kell, ami az erő kell, ami fallikus szimbólum a kézben, az valaki. Én szerintem vannak olyan férfi és női szerepek, amiket azért békén kéne hagyni. Most ez kicsit... Mint például a basszusgitár. Bájos vagy halott. Gitár, de tovább megyek én is, tehát hogy van olyan, amit én nem akarnék a nők helyett csinálni. És így nem akarnék, nem tudnám fizikailag, hanem... Nem, milyen? Mosogatás? Nekem az volt, nem, az azáltal nekem a női kis varázslatról. Tehát én szeretem azt, hogyha van hely, idő, vágyakozni, és hogyha mindent így nagyon praktikusan fel tudunk egymásról cserélni, mindenki tud mindent csinálni, akkor nekem valahogy az imázs egy kicsit olyan standardizálódik, és ez nekem... Aha. Tudnál egyedül lenni különben? Teljesen társ nélkül? Nekem ezzel nagyon sok problémám van, mert én nagyon szeretem a kedvesemet, már régóta együtt vagyunk, és közös jövőt is tervezünk. De teoretikusan. Úgy el tudok tűnni napokra, és észrevétlenül, és annyira idézőben nem hiányzik, hogy akkor mindig jön megint a magyarázkodás, hogy te milyen ember vagy, hogy te neked nincs igényed arra, szociális igényed, hogy felhívjál engem. Mondom, dehogyis, drágám, hát gondolom, minden rendben van, ha valamit hallani, akkor hívnál, dehogy lehet kapcsolatot építeni, és azonnal is találkozni kell. Szóval igen, én nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, és nagyon-nagyon jóba is vagyok így magammal egyedül. Mi az egész? Az individuum, a személy, vagy pedig a férfinő? Nekem nagyon az individuum. Uh-huh. Nekem nagyon az individuum ez az egész. Tehát ha én jóba vagyok a világgal, a közérteimmel, a környezetemmel, akkor tudok én valakihez úgy csatlakozni, hogy aztán a közös dolgunk, megbízunk egymásba, osztatatlanok vagyunk, az menjen előre. Szerintem ehhez kell egy közös cél. Tehát az, hogy úgy élni egymás mellett, egymással, hogy nincsen közös dolgunk, az szerintem rohadt nehéz. Én nagyon szeretnék még gyerekeket például, meg remélem, hogy ez összejön, de hogy az nem véletlenül találta így ki a természet, hogy van a szerelem, időszaka után akkor van abból a baba, ez egy olyan koncentrált figyelmet igényel, és mind a két félnek a beletett munkáját, hogy az olyan jól esik. Én akkor azt éreztem, nekem volt már ilyen korszak, hogy akkor az úgy rendben vannak a dolgok, akkor az úgy kis, akkor megmagyarázásra kerül az is, hogy miért teszem bele, mégis ne jön szatyorba a zsömlét, hát mert viszem hatnak papának, miért a tízelt, hát mert mindig melegítem a motort, bármi baj van, a babával be tudjunk szállni. Akkor tehát egy csomó minden így felülíródik, hatalmas reménnyel vannak a szülők a gyerekek felé is, és én nagyon-nagyon szeretem azt az állapotot, úgyhogy most is, most az, hogy így együtt élünk, de nincs még gyerek,
főzzünk-e, olyan kicsit ilyen céltalan az egy, meg nagyon-nagyon szex központú. Az egyik haverom azt mondta, hogy a kapcsolatokban, amikor kezdenek kihűlni, a közös ellenségkép az is egy nagyon összetartó erő lehet. Tehát például a szomszéd már megint átdobta a szemetet, és akkor utáljuk együtt, ez rendesen összetarthat egy kapcsolatot. Jó. Szóval, hogy én is általában így gondolkozom különben, hogy a ying és a yang az egy emberen belül létezik. És amikor ez minél tökéletesebb és minél nagyobb harmóniában van, annál könnyebb valaki mással is együtt lenni. Tehát, mint a méhecskék körül döngik az embert a többiek, amikor azt mondják, hogy fú, ez tök jó, el van magába, én is ott akarok lenni, ennek jó, mit csinál, hogy csinálja. Úgyhogy két ember kapcsolata, és innétől kezdve aztán mindegy, hogy férfi, nő, fiatalabb vagy öregebb, egyik színesből, másik szintelen. Tényleg az ilyen vegyes kapcsolatok, legyen az mondjuk egy külföldi, egy magyar, egy UFO, egy földlakó, egy lila, egy sárga, most kitértünk azért az egyneműekre, jóval idősebb, jóval fiatalabb. Ezt te mennyire látod? Mert én nagyon-nagyon sokszor, például nekem volt egy színesbőrű barátom, és elfelejtettem szólni, amikor hazahoztam Magyarországra, tehát meginvitáltam ide, hogy hát neki barna a bőre. Elfelejtettem szólni, és azért az a korszak volt, amikor a nagymamák nagyon nem láttak közelről fekete bőrszint, és így miért nem mondtad? Hát mondom, én teljesen elfelejtettem, hogy ez valamit is számít. Tehát, hogy annyira megszűnik, amikor valakivel együtt élsz, hogy neked ez mennyire furcsa, hogy valami teljesen más kategóriába tartozó, raszba kategóriába, struktúrába tartozó mással lenni együtt. Nagyon mozgatja a fantáziámat, megmondom őszintén, mozgatja és nagyon érdekelne is, és így a vágyaim alapján jöttem erre rá, hogy ázsiai nő, arra nagyon rá vagyok. De nem van egy nagyobb követőcsoport, és szerintem van egy több százmilliós Facebook csoport. De viszont azt érted, hogy szóval a szexualitás, meg a testiség, hogy így valami bennem indult, az egy dolog, de utána aztán hogy éljek én együtt egy tájföldi nővel, aki nem látta a Misi a mókust, nem tudja mi az, hogy süsű a sárkány, nem tudja, hogy hol van a Kodálykörön, tehát hogy Túró Rudi mackóság. Én annyira magam ilyen fejlődő országból élnek, hogy ezekhez így ragaszkodom, és nem tudom ezt az egészet kidobni, mert nem tudok a helyére mit betenni. Tehát lehet, hogy egy ilyen másik világból származó ember, mondtál UFO-t is, meg minden, hogy tudod működni, csak akkor nagyon türelmesnek kell lenni, és elmondani valami vicceknél, meg együttélésnél. Én ezen azért nevetek, mert nekem volt egy ilyen poém, meg ez így berakad. De én azt gondolom például a nyelvtanulásra, és ezt sose szokták mondani, hogy úgy kell nyelvet tanulni, hogy egy olyan native-vel kell összejönni. Mert hogyha éjjel-nappal össze vagy zárva a csajoddal, vagy a pasiddal, aki csak nem tudom, arabul beszél, vagy csak kínai, vagy csak angolul beszél, akkor óvatatlanul, mert sokkal gyorsabban megtanulsz angolul, úgyhogy... Valaki gyakran váltogatja a partnereit, akkor mondjuk egy informatikussal összejön, akkor megtanul programozni, ha szeretnéd kigyúrni magad, akkor egy bodybuilderre, és akkor tulajdonképpen egy végig mehetsz minél egy jó trafikossal össze, és akkor ingyen van a cigi. Lehet ilyen célirányosan rámenni, hogy tulajdonképpen első kézből megtanulni. János, neked volt sokkal fiatalabb nőd, vagy sokkal idősebb? Sokkal idősebb az volt, nem tudom, 17 évvel idősebb barátnőm volt egy ideig, és ez tök érdekes. Hány éves voltál te? Én a válásom után voltam, nem tudom, 33-34, tehát akkor az majdnem egy 50-es volt a párom, és így azt láttam benne, hogy végre egy ember, akiben bele tudok tenni most én energiát. Én azt gondoltam, hogy ez azért jött felém az a szituáció, mert én mindig kaptam a nőktől előtte nagyon-nagyon sokat és nagyon jókat, és ez engem mindig épített. Utána jött egy olyan ember az életembe, akinek viszont én tudtam adni, és ezt én magamban felismertem, hogy bár itt a teste, az arca, a ráncai, hatalmas korkülönbség, ez társadalom meg azért nehéz így felvállalni, de hogy így még magam miatt szeretem a belemenni, hogy egy kicsit a karmámat fényezzem meg, tisztítsam meg, hogy valakibe tudjak egy energiát tenni, és egy csomó mindenre meg tudtam idézőjelbe én tanítani az idősebb. Na, mire?
azért ez generációs különbség már egy 10-17 éve idősebb, itt szexuális dolgokra simán lehet gondolni. Aki már... Igen? Hát persze. Aki te már, tanítottad az idősebb hölgyet? Hát olyan sok minden, az nem kell tanítani, de hogy igen, mert amikor ő utoljára, mint a 80-as évek végén élte ezt a fiatalságát, akkor még egy csomó minden más volt a szexben, mint manapság. Ebben például tök jó volt azt mondani, tehát hogy itt azon keresztül, mert tudtam, hogy én lesz nekem még jobb nőm, mint egy ilyen idősebb izé, tehát azért ez... Ugye, hallod, süllyed velem a szék. Tudod, Janu, te tudod, hogy én 48 vagyok, hallod? Azt vágod. Vágod, hogy most az én korosztályomról beszélsz, aki 80-as években egészen máshogy szexelt. Ja, csókollak. Tök jó. Te kortalan vagy, szerintem azért. Nyilvánvalóan. Meg ebben az esetben én vagyok az, aki tanít. Azért fogadom ilyen érdeklődéssel, hogy igen. És te mit kaptál? Én mit kaptam? Kaptam egy nagy adag tapasztalatot. Sallert fogsz kapni holnap, amikor megnézi a hölgy ezt az egészet. Igen, tapasztalatod? Hát olyan értelemben kiegyensúlyozottságot, hogy már nem kell ilyen féltékenységi problémákkal küzdeni. Én azt nem utálom a féltékenykedést. És ő nem volt féltékeny rád, vagy te rá? Egyáltalán nem volt rám féltékeny. Én sajnos nagyon, nagyon nehezen viselem a féltékenykedést. Azt szerintem ez egy olyan buta energia, olyan buta és semmire való energia, hogy az csak na. Nem adsz rá okot? Soha nem adtál rá okot? Biztos adok, de szóval, aki velem él, az nagyon hamar megtanulja, hogy tök hűséges típus vagyok. Tehát nekem kell legyen érzelmi biztonságban, benn vagyunk, és onnan az ember aztán, mint a kisfiú fogja a babakocsi szét, hogy onnan ki lehet integetni még a lányoknak, de azért nem baj. Hát női energiára szükség van, most ne legyen más, hogy valakivel együtt élek, vagy szerelmes vagyok, és nem beszélgethetek soha többet nőkkel. Hát az egész szakmám nőkkel van tele, médiások, filmrendezők, zeneszerűek, frontemberek. Nem lehet azt mondani, hogy itt akkor most senki többet nem. Te figyelj is, hogyha a te partnered is integet, ha jány, aki veled van, az is kifelé egy kicsit azért integet, neki is olyan szakmája van, vagy nincs is olyan szakmája, de ez egy picit úgy megrázza magát arra felé is. Mondtam, hogyha valakit meg kell bilincselni azért, mert szexelni akar, akkor én nem lehet. Tehát, hogyha már nekem szólnom kell azért, akkor ott már valaminek vége van. Tehát az ember magam miatt nem akar flörtölgetni szerintem. Tehát, hogy integessen nyugodtan, én nem félek, lehet tenni utalásokat. Szerinted ebben a társadalomban, amiben élünk, általában mi az elfogadott? Maradjunk Magyarországnál, mert teljesen más Hollandia, meg Amerika, meg az oroszok, meg Észak-Korea. Tehát, hogy Magyarországon szerinted hol tartunk ebben a nyitásban? Teljes átlagot nézzük, szinte Magyarország nagyon prűd, nagyon-nagyon nem beszélnek az átlagban az emberek a szexuális szokásaikról. Én nagyon azt érzem, hogy még mindig ez van, hogy iszunk egy sört, lepofozzuk az asszonyt, és akkor maradják húsba. Nyilván egy nagyon kis rétegnek most már van másra is igénye. Már nem szeretem a hazámat, meg nem szeretek hazafele köpködni, de ha most itt tényleg összetjük, akkor Magyarország nagyon-nagyon le van. Gondolom én ebben maradva, de hogy mondjam, szóval, hogy ehhez sok idő kell ám, hogy ez át tudjon alakulni, meg jó példák kellenek bele. Én nem gondolom, hogy egyébként a melegeknek, meg az LMBTQ közösségeknek ez a nagyon erős propagandája, ez jót tenne. Engem kifejezetten taszít is, egy csomószor ez a van felvonulás, nincs felvonulás, nem kell felvonulás, miért kell felvonulni, miért kell a másikat bosszantani. Én ezzel így vagyok, mondom, amellett, hogy nem tartom magam homofóbnak, meg nyugodtan lehetne tőlem gyerekük is, de a provokáció, meg az szerintem az más ügy, az politika. Hát azért az a fajta társadalmi feszkó, ami nyomás alatt tartja az emberek pszichéjét és a vágyait, az fölrobban. És amikor egyedül kell ezt elviselni, vagy félelemben élni, hogy bármelyik kocsmába megverhetnek, és nem tudod felvállalni, nem csak a szexualitásodat, de az életkedvedet se, vagy az orientáltságodat, akkor az összekapaszkodás az bátorságot ad, és megnyugvást ad. Nem feltétlenül az órodat akarja bárki meg
piszkálni, akár a merek felvonulással, vagy a feministák fel, vagy az állatvédők, vagy bármivel, hanem egyszerűen az, hogy valami egységben erő van, és akkor nem fogok annyira félni, amikor már megint izé orba vágnak, mert hogy a csávommal sétálok, mondja egy másik csávó. Én ezt annyira problematikusnak nem látom. Jó, nyilván, amikor már ebből divatot csinálunk, és csak azért is, és mindenkinek, és ha akarod, ha nem egy szörös fenék lóg az arcodba, akkor ugye ezt hagy válasszam már meg, hogy én szeretném-e. Azért a nyitottságnak milyen foka az, ami nem károsítja a kapcsolatot. Tehát két ember lelkének összekapaszkodása, amikor az egy szent és szép dolog, és jó, és tartalmas, és adnak egymásnak, akkor annak a megnyitása, vagy abba a mások beengedése, vagy játékok beengedése, az mennyire veszélyforrás? Hát nagyon, nagyon jó önismerettel kell rendelkezni ahhoz, hogyha valaki be akar hívni egy harmadikat, a partner. Általában azért meg szoktak dőlni a kapcsolatok, szerintem 10-ből 8 megdől, amikor bejön egy harmadik fél, még ha ezt nagyon meg is van beszélve, egyszerűen eltűnik. Én nem voltam még soha hármasba, ez érdekel, de állítólag nagyon nagy, jó barátai mesélték, hogy ők kipróbálták, és nagyon-nagyon furi úgy látni a párodat, hogy ahogy még sose láttad, mert mindig vele vagy, miközben csoklozol vele, és most látni csoklozni, úgyhogy te is ott. Ez ilyen furi. Nem tudom, én amivel nagyon sokat küzdöttem, talán ez lehet egy jó példa másoknak is, hogy így pofázni, beszélni a szexuális vágyainkról, amit mi úgy gondolunk, hogy az perverzió, vagy betegség. Hát egy hozzám legközelebb álló emberrel ezt mindenképpen meg kell tudni beszélni, mert sokkal nagyobb az öröm. Tehát, hogy így, valahogy így az lehet itt talán megfogni, hogy nyitni kell, de azt nem lehet elvárni a másiktól, hogy ő is az élete, meg a puttonya mellett még belénk is úgy tegyen energiát, hogy na mit akarsz mondani, mondd ma. Tehát nem fogja belőlünk kibűvölni, hogyha van egy vágy, van egy elképzelés, akkor azt ki kell próbálni, és nekem kell tudnom lépni abban, hogy drágám, én szeretném ezt kipróbálni, csináljuk akkor így. Van egy nagyon édi vicc, még egy gyerekkoromban hallottam. Gyerekkoromban, 10 éves koromban elmegy a nő a pszichológus, és azt mondja, hogy a férjem megőrült, én imádom a férjemet, és vele akarom leírni az életemet, van két gyönyörű gyerekünk, de azt szeretné tőlem az ágyban, hogy menjek le négykézláb, és mekegjek, mint egy kecske. És erre a pszichológus oda ránéz a nőre, és azt mondja, asszonyom, akkor menjen le, és mekegjen, mint egy kecske, és csóválja a fenekét is, hogyha arra van szüksége. Ja. Hát, hogy miért ne? És ennyi. Tehát, hogy elmondani ezeket a vágyakat, átgondolni a másik oldalról, hogy igen, és ha mekegek, akkor mi van? Tehát a farsangibálon is beöltözünk dolgoknak, nem? És ha neki ez jó, én nem károsulok, megtanulok egy kicsit mekegni, akár mást is, de attól boldogát, tehát, hogy rántottát lehet csinálni ezret. Avval lehet, hogy nem okozunk akkora boldogságot, mint mondjuk egy mekegéssel. És ha már odáig elért a partner, nem, hogy megmondja, hogy neki ez valami miatt ez jó, akkor meg mekegjünk. Igen, abban tök igazad van, hogy, és én csodálkozom, hogy ezt így ezt elmondod, hogy hát, hogy a férfiaknak baromi fontos a szexuális energia, meg a szexuális kötődés, és mi kötődni tudunk egyszerűen illatokhoz, meg szexuális helyzetet, tehát ahol kapunk energiát, oda akkor visszamegyünk, és azért ne csak úgy csináljuk, hogy na, ha ez neki jó, akkor tessék, oda vagyok dobva, mint egy darab fa, hanem nekem azóta mondjuk kivirágzott a szexuális életem, amióta én foglalkozok azzal, hogy a partneremnek előbb legyen orgazmusa, mint nekem. És az tök jó, hogy ugye az egészet, ugye az össze van hangolva, ez az érzelem is van benne, testi reakciók is vannak benne, akkor ez az egész legyen ilyen játék meg szolgálat. Én nagyon szeretem az, hogy tudok így adni, és azért, mert önző vagyok, mert utána még nagyobbat kapok én is. A citársimnak azt értem mondani, hogy legyen akkor most egy olyan hét, vagy egy olyan napok, hogy a csaj legyen az első, a partner legyen az első, és azzal foglalkozunk, hogy akkor most szolgálatba állítjuk a testünket, és legyen nőnap mindig az ágyba. Hát nagy kikötő, amikor megérkezünk oda, hogy mind a kettőnek jó. Ráadásul egyszerre, azért ez egy nagy, nagy célpont. A másik oldalról jelzem, hogy igen, a nőknek meg nem, hogy ér, de társadalmilag most eljött már az idő egy olyan 500 évvel ezelőtt, hogy mondjuk. Tehát, hogy még mindig abban vagyunk, hogy a nőknek, én nem tudom, rettenek valami 30-40%-ának soha az életében nem volt orgazmus, azt se tudja, hogy miről szól, azt se tudja, hogy hol van, honnét kéne jöjjön, hogy egyáltalán, tehát anatómiaig nem vagyunk tisztában azzal, hogy hol pisilünk.
kakilunk, meg hogy hol kakilunk, meg tehát alapvető problémáink vannak. Nem az, hogy magunkhoz nem értünk, tehát hogy most már elmúlt az, hogy meg fogsz vakulni, ha magadhoz nyúlsz, és most egy ilyen nem a maszturbáció mellett fogok egy kampányt indítani, de tényleg ismerd már ki a saját gépezetedet egyáltalán, hogy tudjál segíteni. Tehát, hogyha a másik, tehát a csávó is annyira tájékozatlan, akkor ketten ne GPS-szel menjetek neki a szexnek, és ráadásul ér kérni. Tehát, hogy ér mondani, főleg ha ismered magad, akkor ér mondani, hogy fél kicsit odébb, kicsit arrébb, kicsit lassabban várjál, vagy hogy nekem még nem volt jó. Tehát ér azt is mondani, hogy nem vagy szuperwoman, és nem 4000 orgazmusod volt, hanem talán jövő héten majd lesz egy. És akkor elértek oda, hogy mindenki elmondja, hogy hol tart. És annyira szépen össze lehet érni, és akkor nem kell ez az óriási kámaszútra, tehát egy ilyen 4 órás előjátékkal, és akkor most a lábát mosdatom, és akkor fölfelé dolgozok, és majd a térdecskéjét meg a szájammal masszírozom, és akkor lesz a jó a nőnek, jövő héten meg nekem! Tehát, hogy el lehet oda jutni, hogy egyszerűen gomnyomásra működtetjük a másikat, és annyival jobb, amikor a másikat működteted te, és nem magadat kell. Már az is jó, amikor magadat, de amikor másikat működteted, és látod rajta, hogy hi-hi-hi, hát az a legjobb, és ő meg vissza hi-hi-hi. Egymás gombjait nyomkodjátok, és egyszerűen működik a játék, hát az a legjobb. Ja. Azok a jó szexek, ami utána az emberek kicsit többnek érzi magát, meg hogy így nem az van, hogy jaj, megcsináltam a kötelességemet, hanem én például az esti szexekben nem nagyon hiszek, mert este van az ember az egész napon. Én nagyon korán fekszek, 8-kor, 9-kor lefekszek aludni, nagyon ritkán. Én például inkább délelőtt meg reggel. Aha, a férfiak általában ilyen reggeli szexes, ez most egy jó nagy általánosítás volt, de valami miatt ők ilyen erővel telnek, az éjszaka folyamán megtelik minden bugyruk erővel, és akkor így neki várnak a világnak. János, maga részt venne egy orgiában, meghívnák? Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok az orgiák nagyasszonya, de nem, sajnos nem, én nem láttam, és nem is vettem részt orgiába. Elgondoltam, hogy én mit csinálnék egy ilyenben, én nagyon meg lennék ijedve, én max néznék. Tehát én alapvetően szégyellős vagyok, ezt senki nem tudja rólam, de hogy én a pucér seggemmel ott a közepén dobálnám magamat, azt nem bírom elképzelni. Ellentétben a színpaddal, ahogy ugyanezt csinálom. De hogy te el tudnád képzelni magadat egy ilyenbe, hogy középen juhú! Hajtod a népet. Ki kéne próbálnom. Azt mondanám most így, hogy ha nem is vállalnám, hogy egyből rögtön juhú, de nagyon szívesen megnéznék egy ilyet, hogy ez működik. Tehát lehet ez simán jó, tehát hogyha az intelligenciával ezt átülják valami, meg nincsenek ott féltékenykedő emberek, hanem akkor ott mindenki tiszták játékszabályok, persze, én ebbe belemennék, igen. Uh-huh. Körülnézni, aha. Szerinted hol érdemes meghúzni a határt? Tehát, hogy hol mire kell hallgatni, a test vagy a psziché milyen jelzésére kell hallgatni annak érdekében, hogy ne sérülj te, ne sérüljön a környezetet, és ne sérüljön a partnered. Az élet bármely területén, ami az összekapaszkodásokban van. Hú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én éltem úgy egy kapcsolatba, hogy folyamatosan nem kaptam levest. Pedig mindig kértem, hogy legyen már vasárnapra leves, és soha nem... Arany cica, Jánó, imádlak, hallok, kész, igen? Lettek rendelt levesek, hogy akkor nem csináltam, hanem akkor rendeltem, és nem volt jó, és olyan rosszul lett, nem tudtam már megbeszélni, meg kivel megbeszélni, szeretem is, most nem csinál levest, hát Istenem, rendel egy leves, de hogy ezt föl tudottam pumpálódni egy olyan helyzetbe, hogy az egész életem rossz, és ezzel a nővel még egy percig együtt maradok, akkor szétmarja a szívemet. Hát bele lehet pörögni nagyon ezekbe a helyzetekbe, aztán ezt az egész leves ügyet megbeszéltem, és áthelyeztem, és máshova raktam a kis fejembe, és most már én főzöm a levest, és ugyanazzal a nővel vagyok együtt, tehát már nincs elvárásom, hogy legyen leves, de szerintem majd egyszer fog egyébként a levest készíteni, csak hogy jó helyen kell kopogtatni. Gyönyörű metafora ez, gyönyörű, a leves. A megfőzetlen levesek földgyűlt pszichés nyomása.
Igen, mert hogy ez, hát most nem tudom, kérdés akkor, hogy fájár, rossztól kérdezem, mert te imádsz főzni, de nagyon sok nőben, hölgyben, asszonyban úgy van, hogy elég volt az évszázados főzésből, meg a mosogatásból, meg a répapucolásból, bazd meg, akkor most már főzzél te, én nem fogok többet főzni, és sok nőben meg az az emancipáció, meg most azt hozza, hogy ő direkt nem fog már tudni jól főzni, és akkor, marad, akkor mi marad? Tehát a főzésben pont az a érdekes, hogy az adás. Tehát már ott rögtön elkezdik az emésztést, ott, hogy megfogod a kezeddel, meg minden, meg hogy akkor gyakorlatilag az egész gondoskodás, velejárás, hogy azt már azt hozod be a kis tudatodba, miközben készíted azt a rohadt nokedlit, hogy akkor az de jó megenni. Most ez nagyon általánosítás, de hogy... Janó, éhes, hallod? Hát csak egy kis nokedlit meg levest, adjál már neki. Nem, mekegni se kell, hallod, csak egy kis íze, és utána jó lesz hozzád. Furcsa, de tényleg a testnedvekkel, meg az anyagcserével, meg ezt az egész a lelket így etetni kell. Én nekem is furi, hogy meg kell enni néha dolgokat, meg utána ki kell. Egészen illúzióvaló, hogy anyag vagyunk ide zárva. De hát tud azért ez jó illatú is lenni. Azért egy frissen fogmosott mentolos csók, azért az ilyen tök jó érzés, nem? Mind a két oldalról. Hát azt mondjam, tök jó dolog. Én állítom neked, hogy ezekért a percekért érdemes élni. De még egy cigarettaszagú száj is jó lehet. Az a helyzet, amikor... Ha mindenket, hogy cigizik, meg ha ez megvan beszél. Igen. Hát vagy hogyha gerjedsz arra a típusra, vagy éppen a hormonok azok megtámadtak. János, egy ilyen utolsó kérdés. Mert mindig valahogy abba torkolunk minden beszélgetésben, ha ezotéria, ha bármi más, gasztronómia, hogy a szerelem és a szeretet az azért a mindent mozgató dolog. Tehát most épp a gasztronómia, a leves, adjál már levest, ha szeretsz, hallod. És a világot mozgató erők, hogy ez a szeretet dolog, ez egy ilyen kreált, mindennek a hiányára ráfogott dolog, hogyha az lenne, akkor jó lenne. Vagy ez így rá van húzva a szeretet a szextől elkezdve a társas kapcsolatokra és a biztonságra. Vagy tényleg ez a szeretet az mozgató rugója a világnak? Biztos, hogy az annak kéne lenni a szeretet a világ mozgató rugója, de én nem tudok mindenkit szeretni. Én sokat közlekedek nyilván, mint az emberek, és annyi hülye van, annyi barom van, annyi hülye politikus van, annyi barom üzletemben, nem tudom ezt az egészet szeretni, van, amit kifejezetten utálok az életemből, meg a világomból, ez egy probléma állítólag, mert hogy úgy kéne ebben az egészben részt venni, hogy szeretettel, tehát hogy így az egészet így integrált létezés, az a szeretet, hát jó, rajta vagyok, én is, nyilván. Integrált létezés? Várjál, ezt... Igen. Ezt mondd már, hogy ez micsoda, az integrált létezés, a szeretet. Én is csak most ezt hallottam, hogy a szeretet tulajdonképpen az nem egy ilyen Walt Disney-féle jaj, de aranyos dolog, ugyanakkor nem egy szánás, hogy jaj, de kis aranyos ez a kis tic, akkor megszeretem, meg nem is egy rajongás, hogy hú, de ügyes a Ronaldo, akkor én nagyon szeretem, meg nem is egy szexuális energia, hogy hú, annyira szeretnék vele szexelni, nem is ez a szeretet, hanem a belátása annak, egy szigorú, reális belátása annak, hogy ezt az egészet, ami körülöttem van, gyakorlatilag én generáltam, és én hoztam össze ilyenre, mert hogy ugye ezek így a karmák így tudnak működni, tehát minden, ami körülöttem van, az én ötleteimnek, előző életeim, cselekedeteinek, gondolatjának az összessége. Ha most ebből utálom a buszvezetőt, vagy utálom a minisztert, akkor magamból utálok egy részt, és akkor innentől kezdve borulhat az egész. Mondom, ez lenne a tankönyvi példa, én nem tudok így élni, én nagyon sok embert utálok, úgyhogy még messze vagyok a állapottól, vissza kell még jönnöm jó párszor a földre, de imádok élni, úgyhogy nekem ez... Jó deal! János, már megint ez jutott eszembe, mert múltkor is ezt csináltattam veled, és tök jó volt, hogy most egy utolsó felvonásként lehet olyat, hogy csak 5 dolog, ami eszedbe jut, és szeretsz, és imádsz a nőkben, és 5 dolog, amit az életben. 5 dolog, amit imádok a nőkben? Ja. De ez egy ilyen kis ajánlás is azoknak, akik szeretnék szeretni a nőket, és szeretnék szeretni a világot, hogy mit érdemes szeretni és kutatni a nőkben, és mit érdemes szeretni és kutatni Janó szerint a világban. Érdemes kutatni, hogy vajon miért fázik minden jó nő.
azt érdemes kutatni. Biztos a vékonyakákat szereted, azok a nincs takaró. Igen. Én azt nagyon-nagyon szeretem a nőkbe, hogy minden kis állathoz, kisbabához ugyanazzal a gyönyörű, szép, gondoskodó anyai energiával tudnak nyúlni. Ez le a kalappal. Ezt kutatni érdemes. Tollászkodás, készülődés, a másfél órás arcpakolás, én ezt valahogy annyira tudom szeretni, hogy igen, mert akkor lesz egy külön illata annak az egész, ennek az egész szobának, lesz egy ilyen atmoszféra a nőnek. Én nagyon szeretem, hogy a nő, és kicsit ez ilyen fétis izgató is, hogy a nők sosem mutatják az igazi arcukat, hanem még jobbat készítenek magukból, meg még jobbat. Nekem ez nagyon szép. Tök jó, nagyon-nagyon jó. A tollaikkal. Egy nő illata, igen. Nő illata. Ez három volt. És akkor a másik, most akkor kicsit ezt pihentessük, akkor menjünk a másik irányból, légy szíves, hogy föld. A föld. A világ, a föld. Hogy ők mit tanulhatnának a nőktől? Nem, hogy te mit szeretsz a földben, a világban. Mi az, amit érdemes, mi az, amiért érdemes szeretni a világot. Ha behunyod a szemed, akkor mi az, ami eszedbe jut, hogy azért, ha itt kéne hagyni ezt a világot, de jó volt a leves. Ja. A jó levesek. Na, most ez egyszerű kérdésnek tűnik, basszus, de azért nem könnyű, mert most öt dolgot, hogy mi az, amit szeretek a világ. De tudom, amit nagyon szeretek, az az elrugaszkodás állapota, amikor így indul egy utazás, vagy indul valami olyan, ami már visszafordíthatat, akkor csak egy utazást lehet mondani, és hogy már be vagyok otthon pakolva, de még nem vagyok a rep. Tehát, hogy ezt a kettő közötti állapotot nagyon szeretem. A megérkezést már nem szeretem, azt már unom, az elindulásnak a pillanatai, és igen, azt nagyon szeretem, ezt a kettő között. Az indulás pillanatát, na, ezt lehetne mondani. Tehát én azt szeretem ebbe a világba. Az, hogy a kiszolgáltatottakon van most lehetőségem változtatni. Meg tudok most, ez egy olyan cselekvő világ még, hogyha valami így beugrik, meg bekattam, meg hirtelen összeáll, akkor tudok neki adni egy puszit, tudok neki adni 5000 forintot, tudok neki adni egy átölést. Tehát, hogy nem egy merev és végletes struktúra ez az egész, hanem itt és most tudok ezen változtatni, még úgy is, hogy ez aztán később nekem ez így jobb is lesz. Én ezt nagyon szeretem a világban, hogy bele lehet nyúlni, és kicsit meg lehet szerelni. Hát én nagyon szeretem a természeti értékeket, fantasztikusan megdöbbentenek az erdőillatok, ez nekem a legnagyobb csoda, hogy mennyire egy gyönyörűen fantasztikus, friss illata tud lenni egy fenyőfának, vagy kettő fenyőfának egymás, mert én ezt nagyon adom, szeretem. Igen, ez is volt három. Én akkor három. Három? Teljesen jó. Janu. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem veled. Bármeddig tudnék így beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, Janó. Nagyon-nagyon szeretlek. Vigyázzál magadra. Én is szeretlek, Anna. Köszönöm a beszélgetést. Folytassuk majd még.